Legutóbb Mága Zoltán és szárfelépői szórakoztatták a szexádi szépkorúakat az idősek világnapja alkalmából. Az eredetileg október 1-én tartott ünnepet akkor márciusban tudták megrendezni a koronavírus járvány miatt. Idén nem kell 5 hónapot várni az ingyenes rendezvényre. Október 11-én fogjuk köszönteni az idős 65 év feletti szexádi polgárokat. Az ezt megelőző időszaknak megfelelően 2 előadást szervezünk a Babits Mihály Művelődési Házba. Délelőtt 10 órakor és 14 órakor lesznek az előadások. Fellép a Medinai Tambura zenekar és az Operett Színház egyik vezető színésznője, Peller Anna énekel majd világslágereket, operetteket és magyar nótákat. Gyurkovics János hozzátette, a rövid határidő miatt a nyugdíjas csoportok vezetőit is tájékoztatták, hogy minél több emberhez eljusson az ingyenes koncert híre. A Babits Mihály Kulturális Központ színházterme közel 600 ember befogadására alkalmas, így a két előadáson több mint 1200 szexádi idős szórakozhat idén. Ha a 65 év felettiek közül, vagy 65 év felettiekből ez a létszám nem jön össze, akkor a 65 év alattiak is jelentkezhetnek, netán a regisztráció során is, mert ők akkor várólistán lesznek nyilvántartva, és ha a 65 év felettiekből nem lesz teltház, akkor ők is értesítést kapnak, és mindenképpen részt vehetnek a rendezvényen. Regisztrálni tehát október 10-e hétfőig lehet a 74-es körzet 504-123-as telefonszámon, vagy a koncert@szexard.hu e-mail címen.